Már csak egyéni megrendelőkre várnak ezek a darabolt tüzelőfák a nyíregyházi erdészetnél. Az elmúlt hetekben folyamatos volt a kiszállítás a szociálisan rászorulók részére is erről a telephelyről. A program még novemberben kezdődött, az önkormányzatok pályázat útján igényelhettek tüzelőt, amelyet aztán szétosztottak a lakosság körében. Elsősorban a térségre is jellemző kemény lombos fafajokat, így akácot, tölgyet és kőrist igényeltek az erdőgazdaságoktól. Elég komoly mennyiséget sikerült az önkormányzatotnak kiszolgálni. Összességében a, a, társaságot nézve a két megyében, tehát Hajdú, Bihar és Szabolcs, berek megyében 47.500 köbméternyi fa került kiszállításra, értékesítésre. Ennek a háromnegyed része Szabolcs, Bereg megyét érintette, az egynegyed része Hajdú, Bihar megyét. Nyilván több önkormányzat volt itt a megyénkben. Az elmúlt évekhez hasonlóan országos viszonylatban idén is szabolcs már bereg megyéből érkezett a legtöbb igénylés. Megyén belül volt olyan önkormányzat, amely 1400 köbmétert kért, de akadt olyan is, amely csak 39-et. A térség erdészetei számára gyakran az időjárási körülmények is megnehezítették a szállítást. Egyes napokon olyan mennyiségű eső esett az erdőkben, hogy az a nagy teljesítményű gépeknek is komoly feladatot jelentett. Ez az őszi ö, időjárás, ami az elmúlt időszakot érintette, elég csapadék dús volt, ö, szinte folyamatosan ö, esett az eső, ugye nem volt kemény telünk, enyhe volt az időjárásunk, eléggé átáztak az, ut, az utak, nehéz volt ö, kiszállítani, ö, nagyon extrém körülmények között is ö, meg kellett oldani ezt a feladatot, de, de azért azt lehet mondani, hogy sikeres volt. A szociális tűzifa program már tizedik éve tart, és az 5000-nél kevesebb lakosú településeken élőket segíti. A rászoruló ráadásul nem csak maga a program és az erdészetek, hanem sok helyen az önkormányzatok is segítettek azzal, hogy házhoz szállították és fel is aprították a fát.